Beszéljünk akkor a mennyiségi áruátvételről. Ugye a mennyiségi áru első és legfontosabb, hogy, ez a, hogy, ugye az áruátvétel helyének a biztosítása megtörténjen, hogy legyen helyem, ahol átveszem az árut. Legyen raktárend, hiszen amint az árut átvettem, raktároznom is kell. Ugye fontos a tárgyi eszközök biztosítása, anyagmozgató, PDA-k, amit itt láthatunk is a képen, ilyen szkennerek, esetleg szike, ugye a kartonok felbontásához, vagy mérleg. Fontos a személyi feltételek biztosítása, hogy legyen emberem, aki kipakol. Ugye a személyi feltételek biztosítás, hogy a rendelési és szállítási ütentelv alapján a megfelelő létszám biztosítása a fő áru napokon. Tehát, hogy amikor bejön az áru, akkor legyen emberem. Tehát legyen meg a megfelelő létszám. Maga az áru tehát a mennyiségi áru ugye Méréssel, számolással történik. Darabárukat ugye számolni kell, ami meg ugye mérős termék, például ilyenek a tőkehúsok, a sajtok, a zöldséggyümölcs, illetve egyéb húsipari termékek, azokat szintén mérni kell, tehát ami mérős, tehát a lédig termékek, más néven, azokat ugye mérni kell a mérlegen ugye van a bruttó tömeg, a nettó tömeg és a tára. Ugye a bruttó tömeg, ugye maga az áru és a göngyöleg tömege, tehát az áru ösztömege a göngyöleggel együtt. Ugye van még a nettó tömeg, ugye az árunk tiszta tömege. Ez, ez amit ugye készletre is veszünk, tehát a nettó tömeg az, amit számolni kell. De egyébként, amikor megérkezik a termék, főleg a lédik termék, például a húsoknál, vagy zöldségeknél, tehát olyankor lemérjük, de akkor ugye még ben van ugye a göngyöleg is. Tehát az a kis M10-es vagy M30-as kis rekesz, súlya is benne van. Tehát azért lesz bruttó tömeg. Tehát benne van a áru, tehát a lédik termék tömege és maga a tára, mindjárt le is írom, tehát a tára, tehát maga a göngyöleg súlya. És ugye úgy kell mérnem a terméket, hogy a göngyöleg súlyát leszámolom. Ugye mennyiségi áruátvételnél fontos azt is tudni, hogy nem nézünk szabatossági időt. Tehát ez csak a mennyiségről szól. Darabszám. Például azt nézni kell, vagy mérni kell, ugye, amit mondtam. Hogy a mérős terméket mérni, a darabszámosat, meg megszámolni hány darab. Mit tűnye? 50 darab zsemle, akkor meg kell számolni, hogy 50 darab zsemle. Ha meg 30 kg paradicsom, akkor meg meg kell mérni, hogy valóban a nettó tömeg, tehát az áru tiszta tömege 30 kg legyen. Ugye mennyiségi áru átvételnek két fajtája van, illetve három, bocsánat. Tehát van a teljes körű, a szúró próbaszerű és a vakáró átvétel. Ez mind mennyiségi áru átvétel. Nézzük is meg akkor a teljes körű mennyiségi átvételt. Tehát ilyenkor minden tételt át kell nézni részletesen, ami csak megérkezik. Mindent átszámolni. Ez a teljes körű. Van a szúrópróba szerű, tehát általam meghatározottak termékeket vagy darabokat számolom meg, de ha viszont a szúró próba szerű ellenőrzésnél találok egy hibát, hogy például 30 darab zsemle helyett 29 van, pedig 30-at számoltak el nekem, akkor ilyenkor átvált teljes körű mennyiségű ára átvételre. Tehát, hogyha szúró próbaszerű átvételem valami elbukik, valamelyik termék, akkor mindent át kell néznem teljes körűen, az összes termékre ki kell terjesztenem. Ezt így mellékesen mondom. Tehát van a teljes körünk, akkor mindent megnézek, és van a szúró próbaszerű, amikor ugye csak az általam meghatározott termékeket nézem meg. És ugye van még a vakáru átvételünk, ez ugye a harmadik típusom. Tehát az, amikor az árut kísérő dokumentációt nem nézem meg, hanem fogom, ma én magam készítek egy áru átvételi jegyzéket, és ezt, amit én készítettem, tehát amit én számoltam, stb., vagy mértem, ezt hasonlítom össze az árut kísérő dokumentummal. Tehát a vakáró átvétel az az, amikor az általam készített dokumentációt, tehát amit én számoltam meg, ugye az átvétel során, azt hasonlítom össze az árut kísérő dokumentummal, ez a vakáró átvétel. Tehát lényegében ugyanúgy számoljuk darab számra, meg ugyanúgy mérünk, hogyha kell, csak annyi, hogy először mi magunk győződünk meg, hogy mennyi, és utána ellenőrizzük, hogy na mennyit is számláztak ki nekünk, illetve nem számláztak ki, hanem mennyi is szerepel az árut kísérő dokumentumon. Tehát mennyit írtak fel, és hogy mennyi a valós. Tehát ez a vakáró átvétel. Ugye a teljes körű, amit megbeszéltünk, amikor mindent tételt megnézünk, mindent átszámolunk. Ugye a szúról próbaszerű az az, amikor az általam meghatározottakat nézem meg, és számolom meg. És ugye van ez a vakáró átvétel, amit ugye utoljára beszéltem, hogy először megszámolom, és azt az árut kísérő dokumentummal, majd összehasonlítom. Fontos, hogy pontosan és precízen kell végezni a munkát, az áru hiszen ez kihat a bolt gazdaságára is. Fontos, hogy a készleteink mindig pontosak legyenek. Tehát minden kartondobozt meg kell bontani az áruátvételni, hogy valóban-e annyi van-e a kartondobozban, mint amennyit ugye ráírtak. Ugye az árut ugye ízenként, színenként kell átvenni. Tehát mit én, van natúr tejföl, van epre, illetve van ö, natúr joghurt, és van epres joghurtom, akkor ne simán joghurtként vegyem át, hanem külön joghurtként veszem át, és külön epres joghurtként veszem át. Tehát nem egybe, hogy joghurt, joghurt, hanem külön-külön ízenként, vagy színenként például. Át kell venni az árut, ugye mindegyiket akkor meg kell néznem, hogy mennyiből mennyi darab. Tehát mint te, epres joghurtból 30, natúr joghurtból például 20 darab. És akkor azt így mennyiségenként kell átmenni, tehát színenként és ízenként. És még egyszer kihangsúlyoznám, a mennyiségű a fontos, hogy pontosan és precízen végezzük el, hiszen ezen áll vagy bukik az üzlet. És nagyjából szerintem ennyi is, amit a mennyiségű áruátvételről tudni kellett. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!